a felelőtlenül viselkedő társadalom. Addig bármiféle egészségügyi reform alig hoz változást, amíg a társadalom annyira felelőtlenül viselkedik, mint ma. Alkohol, cigaretta, egészségtelen étkezés, gyógyszerfüggőség, drog. Amíg a társadalmunk nem tud önfegyelmet gyakorolni, és elhagyni a káros szokásokat, addig nem tud felemelkedni, mert elpusztítja önmagát. Ezzel nem pedig semmilyen egészségügyi ellátás nem védi meg. A társadalmunk legnagyobb veszélyforrása a saját lelki gyengesége. Azért kapkodnak a cigaretta, az alkohol, a drog, stb. Után, mert folyton kompenzálnak. Hamarabb menekülnek el egy másik országba, mintsem hogy igyekezzenek megoldani a problémáikat. Évente a magyar társadalom minimum 4000 milliárd forintot veszít ezen káros szokások miatt. Egészségügyi ellátás, gyógyszervásárlás, kieső munkanapok, korai halál, mindnek megvannak a maga következményei. A magyarnál két típusú társadalmi csoport tehetősebb. Az angolok, a németek, a franciák és az amerikaiak, akik a 20. századot azzal töltötték, hogy végigrabolták a világot. A jóval tehetősebb társadalmak másik fele az önfejlesztő társadalmak. Svédek, dánok, norvégok, izlandiak, kanadaiak, finnek, ausztrálok, új-zélandiak. Ugye ezzel kapcsolatban a kérdés, amiket még eddig nem tudtunk megválaszolni, hogy Új-Zélandon 5% alá szorították a dohányzást, hogy ezt hogyan csinálták, ezzel kapcsolatban lenne szükségünk adatokra, lehetőleg pontosakra. Svédországban sok volt a szeszes ital hatása alatt elkövetett bűncselekmény, ezért rászánták magukat az alkohol visszaszorítására, hogy ők ezt hogyan csinálták. Az egészségtelen étkezést hol tudták a legjobban eddig visszaszorítani és hogyan. A drogfüggőség visszaszorítására Portugáliában és Norvégiában sokat tettek. Van náluk eredményesebb, ez is kérdés, és az, hogy pontosan hogyan csinálták szintén. Ha a társadalmunk végigjut ezeken az önfejlesztési folyamatokon, akkor például az egészségügyben annyi pénzt lehet majd megspórolni a felelőtlenségük okán kialakult betegségek hiánya miatt, hogy lesz bőven elég pénz minden születéssel keletkező, balesettel létrejövő betegség kezelésére. Az egészségügy személyzetének a fizetését akár a 20-szorosára is növelhetik, majd az is belefér, mert ez ennyire sok megtakarítást jelent. Vonhatunk ezek után akár 500 milliárdot is az EU-ből, és átrakhatjuk az oktatásra, mindegy, mert mindenre lesz pénz, hogyha önfegyelmet gyakorol a társadalmunk. Ezt hozza, igen, a társadalmunk önfegyelme pénzügyileg. Egyébként meg egy boldog, kiegyensúlyozott társadalmat, ami nem kompenzál, hanem a problémák megoldására fókuszál. Az egészségüggyel kapcsolatban előjönnek bizonyos periféria területeknek a fejlesztése, amire eddig nem sok figyelmet szenteltünk, legalábbis a rendszerváltás után nem. A szükséges testmozgás bevezetése a 25 és 65 év közöttieknek. Ez egy ilyen kiegészítő dolog, hogy valamiféle testmozgásra bírjuk rá az embereket. Amiben belevesztük a táncokat és a sportokat is. A testmozgás kategóriába azért kerül bele a tánc, mert pozitív tömegpszichózis, salsa, zumba, szamba, bachata, tangó, mambo, flamenco, rumba, kizumba, swing, stb. Nőket és férfiakat is megmozgatja. Olcsó a tömegek számára lehetőség, nagyon kevés feltétel kell hozzá, egy magnó és minimális hely, például egy osztályterem.
élményként ellazít, felpörget, kikapcsol, megmozgat, elégedetté és boldoggá tesz. Új kapcsolatokat alakíthatsz ki, párkapcsolat fejlesztésére jó, férfiként megtanít a nőkkel bánni. És érve az egészségügy ezen periféria területe újonnan, remélhetően újonnan létrejövő periféria területe mellett, tehát a szükséges testmozgás bevezetése mellett. Az első, hogy az egészség szabaddá tesz. 40 évesen koleszterin, vérnyomás vagy egyéb testmozgás hiányából eredő problémák miatti betegségekben meghalni nem a legjobb. Nem lesz senki a tunyaságtól szabadabb. Továbbá, a testmozgás hiányából eredő betegség miatt rokkantá válni szintén nem ad szabadságot. Az emiatti betegségek okán éveket kórházban tölteni szintén lerombolja a szabadságot. Tehát a testmozgás hiánya olyan súlyos egészségkárosodáshoz vezet, ami a szabadságot és az életet is lerombolja. De ezt magától nem mindenki látja be. A lakosság mindössze 10%-a sportol rendszeresen. Tehát ugye ezen a 10%-on kell növelni egy kötelezettséggel. Tehát konkrétan a társadalmunk 90%-a nem látja be, és vagy lusta megtenni az első lépést, vagy nem kitartó. Második érv a szükséges testmozgás bevezetése mellett. Kanadában a lakosság 40%-a sportol rendszeresen, Magyarországon 10%. Kanadában az átlag munkaidő ugyanannyi, mint Magyarországon. Viszont ott az év jelentős részében jóval hidegebb van, tehát egyes körülmények még rosszabbak is. Akarat kérdése nem pénzé és nem időé. Aki valóban szegény, azt támogathatjuk ezzel kapcsolatban egyébként. Harmadik ér. Az államnak, a vállalatoknak és a lakosságnak is pénzügyi kárt okoz a rendszertelen testmozgás vagy a testmozgás hiánya. Évente több száz milliárd forint az emiatti kár. A költségek kialakulásának formái, az elkerülhető fölösleges egészségügyi ellátás, munkakiesések, egyéni szinten gyógyszervásárlás. Negyedik érv. A többféle boldogságkutatás létezik. Az egyik azt mérte, hogy mi teszi boldoggá az embereket. Az első az egészség. A második a boldog párkapcsolat, a harmadik a jövőbe vetett bizalom, és a negyedik a pénz. A sport egészségesebbé tesz, tehát társadalmi elégedettség szerves része. Kubai mondás szerint, aki nem énekel, nem táncol és nem zenél, az nem boldog. Ha a táncot választják testmozgástól, azzal még jobban járnak, mert annak még több előnye van, mint az egyszerű sportnak. Ráadásul ez nagy tömegben és olcsón megszervezhető. Ötödik. Ha nincs párod és koedukált sportot választasz, akkor segít pár találni. Ha van párod, segít testileg formába kerülni, vagy formában maradni, stb. Hatodik érv. Ha a magyarok többsége ma egyéni szinten gondolkodik. Fontos a közösségi szemlélet kialakítása a társadalmunkban. Például Nyugat-Európában nincs olyan állás, ahol ne kínálnának jóval több fizetést, mint itthon. Ennyi erővel az egész társadalmunk kiköltözhetne nyugatra. Ezzel megszűnne Magyarország, és idővel a magyar nemzet is. Ahhoz, hogy egyben tartsuk a társadalmat, ki kell alakítani a közösségi szemléletet. Azt, hogy mi mind egy közösségbe tartozunk. Ha egyénieskedünk, elsorvad a társadalmunk. Ez ellen a közösségépítéssel tudunk fellépni. Erre is jó a szükséges testmozgás bevezetése. Hetedik érv. Azért fontosak a közösségi, sportolási programok és a társadalom öntudatra ébresztése, mert a modernkori nekrofília, tehát halálimádat, embertelenség és pusztítás egyik megnyilvánulása,
hogy az ember elfordul embertársaitól, és a természettől, és a gondolatoktól. Forrás, Erich Fromm, a rombolás anatómiája című könyve, 511. oldal. Érvek közül a 8. A magyar társadalom többsége fegyelmezetlen alkohol, drog, szerencsejáték, dohányzás, egészségtelen étkezés, stb. A sport fegyelemre tanít. A társadalmunknak nagy szüksége van erre. A káros szenvedély börtön, az önfegyelem szabadság. 9. A magyar társadalom Európa legelhízottabb társadalma. 62% túlsúlyos sakaránya. Ezen is segít a testmozgás. 10. Várhatóan sokan valamilyen csapatsportot választanak majd. A csapatsport elősegíti az emberi együttműködési készség kifejlődését és a másokra odafigyelést is. A magyar társadalom sem együttműködésben, sem a másokra való odafigyelésben nem jeleskedik. Úgyhogy ideje ezen változást hozni, legalábbis elindítani a változást. 11. érv. Zimbardo Nincs kapcsolat című könyve alapvetően az amerikai társadalomról íródott, ott már veszélyezteti a férfiak társadalmi vezető szerepét az, hogy belefulladtak a számítógépes játékaikba. Magyarországon, az országgyűlésben és az üzleti életen belül is 10% a női vezetők aránya, tehát itthon a számítógépes játékokba belemerülés még nem veszélyezteti a férfiak vezetői szerepét, de a későbbiekben valóban lehetnek problémák ebből, mármint úgy általában a férfiak társadalmon belüli helyzetének a romlása lehet a következménye ennek, és ezt láthatjuk, hogy fejlettebb országban ez már véghez is ment, és nálunk is megtörténhet. A számítógépes játékokba belemerülés két módon fejti ki a hatását. Egyfelől napi 3, 4, 6, 8 vagy még több órányi játék elveszi a férfiak minden idejét. Lényegében megakadnak a testi, érzelmi és értelmi fejlődésben. Addig a nők, mivel óriási többségüket ez egyáltalán nem köti le, olvasnak, társadalmi dolgokkal foglalkoznak, így közülük sokan egyszerre fejlődnek szociális téren és fejlődnek a tudásuk terén. A vége az, hogy a nőknek egyszerűen kevés lesz a férfi és elhagyják. Tehát a férfi, mivel belekerült ebbe a világba, lényegében tovább lépni sem tud már, mint a számítógépes játékok világába, hiszen addig sem fejlesztette szociális képességeit, nem tud a nőkhöz oda menni, nem tud és nem is szeret emberekkel beszélgetni, és így tovább. A kötelező testmozgás lényeges a férfiak, mint nem szempontjából, és különösen ajánlott valamilyen latin táncot tanulni, mert az meg tudja tanítani, mi a dolga a férfinak. Hogy mit lehet kezdeni egy nővel, hogyan kell bátornak lenni egy nővel szemben, társaságba kerül és vonzóvá válik a nők szemében. Mert a nők szeretik, ha egy férfi tud táncolni. Tehát a fiatal férfiak szempontjából azért is nagy jelentősége van, mert versenyre kell kelni a számítógépes játékok okozta problémákkal. Ami már nem csak a 10 éves, hanem a 20-as, 30-as, 40-es éveiben járó férfiak szempontjából is komoly gondot okoz. Mert ugye ők már a számítógépes játékok világában nőttek fel, legalábbis nagyon sokan, és ebből bele is fulladtak gyakorlatilag. Ezzel versenyre tud kelni például egy erotikus latin tánc egy számítógépes játékkal. Tehát a társadalomnak érdeke az, hogy a férfiakat kimozdítsuk emellől. 12. érv. A múlt szempontjából. A rendszerváltás előtt számos közösségi cselekvés kötelező volt, és bár néhányan berzenkedtek miatta, de egyértelműen látható, hogy a társadalom a rendszerváltás előtt sokkal inkább egységes közösségnek látta magát, mint a rendszerváltás után.
És akkor nézzük szintén a közösségi szemlélettel kapcsolatos következő probléma kialakulását, amit szintén legalább enyhén orvosolhat egy az szükséges testmozgás bevezetése. Nézzük a barátságot számokban, hogy mennyire szigetelődött el a társadalmunk, vagy annak legalábbis egy igen jelentős szelete. Tehát itt azt látható ezen az ábrán, hogy a társadalmunk 20%-ának egyetlen barátja sincs. Ez értelemszerűen nagyon súlyos probléma. Tehát Magyarországon szokták mondani, hogy még az átlagnál, mert más országokban is van szerepe az emberi kapcsolatoknak, de nálunk az átlagnál is nagyobb szerepe van az emberi kapcsolatoknak munkahelykeresésben, meg hát tulajdonképpen szinte az élet minden terén. Mi magyarok erre nagyban támaszkodunk, és hát 20% számára ez katasztrófa, hiszen nekik egyetlen barátjuk sincs. Tehát ez azt jelenti, hogy társadalmunkban van 2 millió ember, akinek nincs barátja. És hát ez azért nagyban köszönhető a közösségi szemlélet felbomlásának, de erről mindjárt 45%, tehát 4 millió 500 ezer ember körülbelül, akinek mindössze 1-4 barátja van, már a 4 az nem olyan rossz, de ha csak egy barátja van valakinek, vagy 2, az távolra költözik, vagy összeveszik vele, akkor megint csak elszigetelődik. Tehát alapvetően, ami igazán ideális, az vagy a 3-4, vagy annál jóval több barát, és hát az igazából egy igencsak kis szeletét adja a társadalomnak. Tehát a társadalmunkban a közösségi gondolkodás felbomlása az embereket magára hagyta gyakorlatilag, legalábbis nagyon sokan nem tudtak igazán mit kezdeni magukkal az olyan típusú vad és szabályozatlan szabadság keretében, mint ami a rendszerváltás után kialakult. Ezt persze sokan favorizálták, de látható azt, hogy bizonyos korlátokat, bizonyos kereteket érdemes adni a szabadságnak ahhoz, hogy az tényleg jól működjön. Például az észak-európai államszervezetek, észak-európai társadalmak rendkívül kemény szabályokat határoznak meg. Például, hogyha valaki külföldi munkavállalóként Dániába megy, akkor küldenek hozzá nyelvtanárt a lakásába, ha tetszik, ha nem, és megtanítja dánul. Ezt persze azért csinálják, hogy nem azért, mert uralkodni akarnak fölötte, hanem azért, hogy ne legyen ő a rút kiskacsa, a külföldi, aki nem tudott beilleszkedni. Ezért például egy ilyen viszonylag agresszív szabályt hoztak a világ egyik legjobban működő társadalmában, a világ egyik legkiválóbb demokráciájában, hogy kötelezően bejár hozzá a dán nyelvtanár a saját lakásába az emberhez, és megtanítja dánul. Tehát látható az, hogy Észak-Európa országaiban egyrészt nagyon erős a közösségi szemlélet, másrészt erőltetik is a dolgot, tehát azért van egy-egy ilyen szabály. Mondjuk a kötelező sportolásról és a kötelező testmozgásról nem hallottam, de másfajta erőteljes közösségépítő szabályok vannak. És ezt rá is veszik az egyéneket kedvezményekkel, büntetésekkel, de ráveszik arra, hogy legyen a közösség tagja is. Hát látható azt, hogy bizony sokaknak jót tesz ez a hazánkban. Mert igazából, hogyha megnézzük azt, hogy kik azok, akik sikeresek, hát elsősorban nyilvánvalóan ők, akik nagyon sok emberre támaszkodhatnak. És hát aki nem támaszkodhat senkire, az meg elbukik gyakorlatilag, vagy hát legalábbis állandó problémákkal küzd, mert hát azért egyedül nem lehet egy rakás problémát megoldani, tehát az mindenképpen több ember kell, nem megy egyedül igazából, tehát mi is itt többen vagyunk, meg többen készítettük elő ezt a programot, tehát ez mindenképpen több ember kell, és máshoz is, az egyszerű problémák megoldásához is. Úgyhogy igazából ez a szabály, ez például Magyarországon újszerűnek számít, de például Észak-Európában ez nem számítana újszerűnek. Ez egy szokásos, kemény, közösségépítő intézkedés.
Jó, mehetünk lejjebb. Még. Például a testmozgáshoz olyan részletszabályokat is meg lehet állapítani, hogy a várható teremhiány miatt decembertől márciusig nem lesz kötelező, ez az időszak lesz a pótlási időszak. Ha egy cég sportnapot tart, ami azt jelenti, hogy munkaidőben egy napig nem dolgoznak, csak sportolnak, akkor a sportnappal mindenki 4 órát leírhat a kötelező sportolásból. A munkavállalók szempontjából ennek fizetett munkanapnak kell lennie. Ez csak egy lehetőség a havi egy csapatépítő tréningre. Hosszú távon sikeres cég működésének az alapja a sikeres kommunikációban rejlik. Ha az alkalmazottak nem ismerik egymást különösebben, a céges kommunikáció, a kollegiális viselkedés minimális vagy létre sem jön. Céges szempontból egészségesebb alkalmazottak, kevesebb hiányzás. Boldogabb alkalmazottak, jobb minőségű munka. Egymást jól ismerő és kedvelő alkalmazottak, kirobbanóan sikeres munka. Továbbá, a cégeken belül fél évente kötelező lesz sportnapot tartani, tehát ez nem csak egy leírási lehetőség lesz, hanem lesz egy ilyen minimális kötelezettségük is. Ez a két főnél többet foglalkoztató vállalatoknál már beválhat, hiszen az már csapat. Még akkor is, hogyha sokan nem tekintenek magukra elképp. Érv a szükséges testmozgás mellett a generációk szempontjából. Az eltékozolt nemzedék azt az elvet követte és követi, hogy bőven elég, hogyha önmagukkal foglalkoznak. Nem kell a közösségépítés, nem kell a közösségi cselekvés, szakszervezetek, civil szervezetek, egyik se kell. Majd ők megoldanak egymagukban mindent. Az eltékozolt jelzőt azért rakták rájuk a társadalomkutatók, tehát a szociológusok, mert a rendszerváltáskor 10-30 éves korosztály belebukott az egyénieskedésbe. Az én korosztályomnak az 1980-tól a mai napig született generációnak az a tanulság, hogy szükséges közösségeket építenünk. Kell a kötelező testmozgás, a munkahelyeken külön kell kötelező együtt végzett testmozgás, az üzleti élet demokratizálására van szükség, az állami szakmák önkormányzatiságára, szakszervezetekbe belépést is kötelezővé kell tenni. Ezzel felszámolni a közösség nélküli állapotot. Semmilyen komolyabb problémát nem tudsz egyedül megoldani. Mindenhez közösség kell. Láthatod ezt az egészségügyi problémahegyet. Ennek a felszámolásához egy 100 000 fős szakma együttműködése kell. Az egészségügy minden alkalmazottjának a közösség tagjaként kell cselekednie. Ennek az összehozására jó a teljesítmény ösztönző fizetés, amiben belejátszik a kollégák elégedettsége, a betegek elégedettsége, a munkáltató elégedettsége. Az ilyen dolgoktól válunk egy közösséggé, és aként is kell cselekednünk, mert meg akarjuk szüntetni a problémákat. Ellenérv a szükséges testmozgás bevezetésével szemben. Első. Ennyit találtunk, amit felsoroltunk, majd lehet, hogy bővülnek az érvek és az ellenérvek is. Heti 2 órát sporttal kell tölteni, ennek a legalább ez a minimum lenne, és a kényszernek nem mindenki örül. Bárha megszereti, amit csinál, akkor az ő esetükben ez az érv megszűnik. Második. Vannak sérülés veszélyes sportok is, amivel több lehet a kár, mint a haszon. Ezek egyes esetekben jelenthetnek gondot. A szegények számára a legalacsonyabb költség is megterhelő lehet. Ezért nekik támogatni kell, tehát az államnak pénzbe kerül. Mondjuk az elhízás miatti szív- és érrendszeri problémák, agyi problémák, mert ugye aki nem mozog rendszeresen, náluk az agyi teljesítő képességben is keletkeznek gondok.
lelki, pszichés problémák, cukor problémák keletkezése sokkal többe kerül, mint bármilyen testmozgás finanszírozása. A magány miatti pszichés probléma megelőzése például 15 ezer forintból 3 hónapnyi tánctanfolyamra tud befizetni. Már kialakult pszichés probléma esetén egy pszichológusnál csak 60 perces állapotfelmérés 15 ezer forint. Így ez az ellenérv kikerül az ellenérvek közül. Tehát amit a későbbiekben figyelembe kell venni, az, hogy a szükséges testmozgás bevezetése az állam számára pénzbe kerül a szegények támogatása miatt. Viszont más oldalról pénzt spórolunk vele. És ez ugyanígy igaz a lakosságra is. Az egyet kijavítod, légy szíves. Ez az intézkedés, a szükséges testmozgás bevezetése egyébként lehet átmeneti intézkedés is, nem kell a világ végezetéig tartania, csak amíg a magyar társadalom már beleszokik ebbe a dologba, és lesz igény a közösségi együttlétre. Oké. Felelőtlenül viselkedő társadalom 2. A dohányüzletek számának csökkentése megnehezítette a cigarettához jutást és enyhén csökkentette a dohányosok számát, de a korrupciós mutató az egekbe szökött. A pályázók közül minden, tehát valamiféle sorsolásos rendszerrel érdemes a mostanit helyettesíteni, hogy garantált legyen a korrupció nélküliség, tehát a pályázók közül például minden tizedik kap dohányárusítási jogosultságot, de maximum 3000, és akkor ez nyilvános sorsolás útján eldől mondjuk megyénként, hogy ki kaphat ilyen jogosultságot, és akkor ezzel maximalizáljuk a dohányüzletek számát, és elkerüljük a korrupciót. Tehát egyébként például Új-Zélandon is, amit tudunk a dohányzás visszaszorításáról, az, hogy nagyon sok ilyen apró szabályt vezettek be, különböző helyeken megtiltották a dohányzást egyre szélesebb körben, meg hasonló ilyen intézkedéseket csináltak, és hát például ilyen kis lépésekben haladtak a dohányzás felszámolása felé. És ez sikerült is nekik, lényegében 5% a dohányosok aránya. Az már azért egészségügyileg nyilván hatalmas pénzügyi megtakarítás, sokkal jobb a társadalomnak. A nyilvános sorsolás, igen, minden második évben lesz ilyen sorsolás mondjuk, tehát hogy mozgásban maradjon a profit, és a vevőknek is nehézséget okozzon megtalálni ezeket az üzleteket, hogy folyamatosan emlékeztessük őket arra, hogy nem helyes az, amit csinálnak. Tűnhet ez kicsinyesnek, de hát kénytelenek vagyunk ilyen módon jelezni azt, hogy ez nem jó, hiába mondjuk el. Feljel megyünk? Volt ott még valami? Igen, oké, mehetünk lejjebb. Még lejjebb. A dohányosok aránya a férfiak körében csökkenő tendenciát mutat jelenleg, de a nőknél erősen növekszik egyébként. A felelőtlen viselkedés egyik következménye, hogy az elhízottak százalékos aránya a társadalmon belül. Magyarországon 28,5%. Ezzel leelőzzük a volt keleti blokkot, egy rakás nyugat-európai országot. A magyar társadalom egyébként a világ egyik legelhízottabb társadalma. Tehát azt láthatjuk, hogy például Csehországban 21% az elhízottak aránya, Lengyelországban még a 16%-ot sem éri el, tehát ez alapvetően nem valamilyen sajátossága a volt keleti blokkos társadalmaknak, ez a társadalmunknak a sajátossága.